Na, szevasztok! Sziasztok! Nemrég csináltunk nektek videót, akkor itt ültünk a kanapén, és soroltuk azt, hogy hova fogunk menni, merre, mik a tervek a jövőre nézve, így a motorozással, meg a csatornával kapcsolatban. Hát nagyot fordult a világ, úgy néz ki, hogy sok-sok változás lesz itt a dolgokban. Úgy néz ki, hogy kész, vége, ennyi, befejeztük ezt a motoros témát, meg úgy magát a csatorna működtetését is. Ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy nagyon sok időt, pénzt és figyelmet von el az életünktől. Az, hogy ezeket a túrákat megszervezzük, illetve anyagilag is maga a videózás. Nagyon sok pénz, és hát mivel állandóan bővíteni kell a gép, számát, vagy a gépeket, ezért nagyon drága mulatság. Hát igazából igen, tehát hogy úgy maga a videózás nem kerülne sok pénzbe egy kamerával, de ahogy észrevettem, gépet is kellene vennem, hogy jobban tudjam vágni a videókat nagy felbontásban, nem nagyon bírja a laptopom. Most nézegettem, rohadt drága lenne egy számítógép is, ugye ezt egy múltkori videóban elmondtam. Kamerából is kellene még több. Növelni kéne a videónak a színvonalát, a hangminőség se olyan jó szokott lenni, főleg az ilyen vlogoknál. És ez rengeteg pénz, meg energia, úgyhogy igazából szerintem úgy néz ki, hogy akkor ez ennyi volt. A másik lényeges dolog, ami miatt még ezt így úgy gondoltuk, hogy befejezzük, az, hogy április 1-je van, de hogy fejezzük be a francokat. Ahogy elmondtuk, ugye megvannak a tervek már erre az évre is. Hogyha láttátok, már bővítettem a kameraparkot, lett egy Insta 360X3-as, ez egy ilyen 360 fokos kamera. Ezzel kicsit feldobom majd, ne legyenek olyan unalmasak a motoros részek, tehát ezek a túra részek, meg ugye... Illetve teljesült az én nagy álmom is. Igen, ami egyébként az én álmom is volt, az nem más, mint egy DJI Mini 3-as drón, úgyhogy drónos felvételekkel is fogjuk feldobni a videókat. Úgyhogy csak meg akartunk titeket viccelni április 1-jén. Igen, tehát április 1-jén, remélem elhittétek, itt próbáltuk egész komolyan előadni. Ez nem mindenkinek sikerült. Jó, én egy csomószor beleröhögtem, úgyhogy nagyon sokszor újra kellett venni a videót, de aztán létrejött ez a 3 perc, 6 másodperc, hát igen, amiből 2 perc, 50 másodpercet elröhögtem. Úgyhogy ennyi a lényeg igazából, de hogy fejezzük be, sőt, én úgy gondolom, hogy az éven nagyot fog fordulni ez az egész, úgy gondolom, hogy sokkal másabb videók lesznek, sokkal jobb minőségűek, teljesen más lesz az egész, élvezhetőbb, legalábbis remélem. Nem egészen egy hét, tehát már nincs egy hét, és elméletileg jön is az év első túrája. Hogy hova, azt még nem tudjuk, hogy mennyi időre, az körülbelül szerintem 4 nap, az úgy megvan. Mikor indulunk, hogy indulunk, kik jönnek, hányan megyünk, azt még nem tudjuk. Na de hova hát megyünk? Ez, igen, tehát az, hogy hova, az se. De hát igazából nem kell ezt nagyon túlbonyolítani. Elindulunk, videózunk. Aztán majd lesz valahol. Majd lesz valahogy, majd látjátok, hogy merre megyünk. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis poén. Elméletileg ma megyünk, megreptetjük a drónt. Tegnap kipróbáltam, minden jól működik rajta. Most megpróbálok itt a jövő hétvégéig megtanulni drónt irányítani normálisan, hogy már a következő videóba is tudjunk bedobni belőle. Úgyhogy ne ijedjetek meg, nincs még vége. Legközelebb találkozunk. Szevasztok! Sziasztok! Hogy kivágom. Pirok! Én nem tudok direkt ilyeneket. Sziasztok! Nem az egészet kell szemlélni. De most ne kötek egy éve. Onnan folytatom, hogy már nem kell szomorú fejet vágni, már az egy másodperc volt, amíg szomorú fejet vágtál. Nem vágtam? Nem. Hát kérdezem. Nem. Hogy látszok, hogy így. Na, elég már. Jó.
jövök. Igen, elfelejtettem tényleg. Az egyik oka az, hogy... Nem jó. Röhögsz közben. Ja. Milyen színész lenne? Szar. Szar. Na, faszom. Így legyen komoly az ember. Úgy néz ki, hogy ennyi volt, kész, befejezzük ezt a motoros dolgot, ezt a motorozást, meg ezt a videózást, tehát a csatornát is megszüntetjük. Nem már. Most próbáljuk elmondani a jövőbeli terveink szertefoszlan, gondolj erre. Jó. Ha nem nyerünk, tegnap nem nyertünk a lottón, akkor tényleg. Akkor tényleg. Megkönnyezik a szemem. Mondom, az jó lesz. Így jó, már könnyes.